A sürgőségi osztály munkatársa elmondta, a fiú édesapja és barátai szállították be, s elbeszélésük szerint a fiú barátaival üldögélt az iskolaudvar egyik padján, amikor egy arra járó autóból tüzet nyitottak rájuk. A rendőrség munkáját a helyszínelés során a tűzoltóság is segítette az iskola környékének rossz közmegvilágítása miatt. Nem hivatalos értesülések szerint a tettes automata fegyverből lőtt, s így lehetséges, hogy nem is a fiú volt a célpont. A tragédia a fiú otthonától mintegy 300 méterre történt. Márkó J-t hátba lőtték.